Hát sziasztok, a Dinamo Kiev Ferencváros csodálatos Ferencvárosi győzelemmel, 4-0-ás győzelemmel zárult mérkőzés összefoglalóját fogott tőlem hallani amely mérkőzésnek a földön egyel kevesebb nézője volt, de meggyőződésem, hogy az égben egyel több, mert a kicsi fiam biztos, hogy végignézte az égből ezt a meccset, és szurkolt annak, hogy a Ferencváros nagy győzelmet arasson a negyedik EL mérkőzésén. Janzen munkája úgymond beért, és gondolkodhatunk azon, hogy hogy lehet, hogy arról van szó, hogy nem nagyon inspirálja a, a profi játékosokat az, hogy Debrecenben, vagy Nyíregyházán, vagy az MTK pályán játszanak mert ugye ezek a szavak, ezek nem nagyon jelentenek nekik semmit, nem is biztos, hogy tudják, hogy éppen egy város vagy egy csapat neve az, amelyik ugye az ellenfél lesz nekik. A Janzen a legerősebb Fradi trakta fel, azt gondolom, ahogyan ezt egyébként egy korábbi videómban megjósoltam, ugye természetesen Dibusz védett, meghez és Ramírez volt a két szélső futó középen, Sziszi és Gártemán, elől ugye a védekező középpályás románsz mellett a támadás szervező Abufáni, és ugye két irányítóval játszottunk, mert Kádi is ott volt középen, Traoré és a, a száz tüdejű esszen és legelől pedig a csodálatos Varga Barnabás. Ezt a meccset még nagyon sokat fogjuk emlegetni, mert az első pillanattól kezdve a Fradi egyértelműen nyomatékosította a fölényét. Ez kellett az is, hogy a Dinamo nem tudott azzal mit kezdeni, hogy arra számítottak, hogy a Fradi védekezésből fog majd, majd kontrázni megelőzni, képes betolta az első pillanatok kezdve őket. Nagy meglepetés volt, láthatóan egy kicsit ott az edző sokat mutogatott a pálya szélén, hogy mit csináljanak a játékosok, mert nem erre voltak felkészülve. Hát kérem szépen, sok mindenre fel lehet készülni. A, foci nem pusztán arról szól, hogy az történik, amit én elképzelek. Ugye az első percben kicsit megijedtünk, mert Bilovár és Varga egyszerre ugrott egy labdájára, és mind a ketten földre kerültek, de szerencsére mind a kettő a pályán maradt. És a harmadik perctől elkezdődött a Fradi csoda, ugye egy nagyon-nagyon szép varga barna abufáni passzjáték, amiután után abufáni lövése megcsúszik, és így lesz szöglet, az már kapura ment volna. A Fradi csodálatosan támadott le, visszatámadott, uralta a meccset, Aztán azt kell mondjam, hogy már a, a, kiállításig is tulajdonképpen a Fradi volt fölénybe. A hetedik percben ugye Varga egy hosszú beadást befejel középre, Zakariasan a levegőben lévő lábával emeli rá, nagyon szép gól lett volna, de sajnos nem talált el igazán, és az első 10 perc után 62%-os volt a Fradi labda birtoklása, és a Dinamo Kiev alig jött át a, a, a Fradi térfelére, tehát ahogy oh, szokták mondani, a levegőben lógott az, hogy a Fradi mikor rúgja az első gólt. A 12. perctől egy kicsit előrébb jöttek, és főleg szögletekkel jelentkeztek a Fradi térfelén, de igazából nem voltak veszélyesek. Még nem a Fradi, ugye a Traoré beadását Varga egyből lövide sajnos belelépnek a 14. percben, majd pedig a 16. percben történik tulajdonképpen a mérkőzés egyik legfontosabb momentuma, mert ugye Mákeckis elhúzza az ukrán védők mellett a jobb oldalon a labdát, és nagyon csúcs csúnyán a Dubincsák belerúg, már kint, kint volt a, a, pályáról ő is, meg a labda is, és nagyon-nagyon csúnya volt, aláfordult a lába, félő volt, hogy eltörik, úgyhogy nem csoda, hogy a, a var megnézése után, ugye hát természetesen azt mondta a bíró, hogy ez kiállítás, innentől fogva az amúgy is nagy fölény, nagy fradi fölény az, az gyakorlatilag döntő fölényé vált, az volt az idegesítő, hogy mikor rúgja be a fradi az első gólt, és nehogy rúgjon kontrából a Dinamó Kiev egy gólt. A 20. perben Sissé remekül ki egy labdával, oda passzolja Vargának, aki sajnos nem tudja visszaadni kényszerítőszerű passzal a Sziszének a 16 belül. A 21. percben Kádi valami hatalmas lövést teresz meg 17-ről, de Bussán csak a kapu fölé tudja ütni. Itt szeretném jelezni, hogy mérkőzésre, mérkőzésre mondom, hogy a Kádi egyre jobb, most már nagyjából elérte azt a szintet, amit a karabokban játszott, úgyhogy le a kalappal a mezőny egyik legjobbja volt. Nagyon nehéz megmondani, ki volt a legjobb a két gólt szerző Varga Barna, vagy Kádi, de ez legyen a legnagyobb bajunk, mert, mert Hát, ha ilyen jól játszik a Fradi, akkor akár mind a hármat is a mérkőzés legjobbjának lehet választani, azt szerintem senkit nem érdekel. S a, a, 24. percben jön először a Dynamo Kiev kontra, és ezektől ijedünk meg rendszeresen, mert az ír ez egy nagyon gyors csapat, ha, ha engedik begyorsulni. Volosin bőlévésébe belelép rám írez. Ezután le kell hozni a Bujászkét, mert ugye ők is két irányítóval léptek pályára, de hát nem lehetett ezt a dolgot tartani, mert eléggé nyom a Fradi, de sajnos a 16 16 belül nem tudja tudják egymást megtalálni, és ez elég szomorú sokáig, amikor emiatt nem rúgolt a Fradi. A 29. percben Abu Fáni egyszerűbben akarja megoldani a helyzetet, ha már 16 belülről nem megy, 25-ről egyszer csak váratlanul elővi, de Bussán szögletre üti. Itt az el kell mondani, hogy Bussán nagyjából négy góltól óvta meg a Dinamo kapuját. Na most képzeljétek el, hogyha a Fradi minden lövésebe megy, akkor egy olyan 8 verte volna meg a dinamó Kievet, ami hát egészen elképesztő lett volna, és azt hiszem, hogy a labdarúgó sajtót keresztbe bejárta volna ez a hír, de az így is sokan fognak róla írni, hogy a Freddy meg mennyire meggyőző játékkal söpörte le tulajdonképpen a dinamó Kievet. A 30. percben Vargát szépen indítja Kádi, Varga befelé menne egy csellel, de sajnos kirúgja a védő, és a 36. percben történik egy kettős kapufa, mert ugye a, először van egy nagyon gyors dinamó kontra, ami, ami, ugye kapufával végződik, majd egy beadás után egy újabb kapufa. Pufát rúgnak. Ezzel gyakorlatilag el is lőtték igazán a puskaporukat. Nagyon komoly helyzet, már csak a második félő végén volt az ő részükről, de azért itt egészen megijedtünk, mert, mert sajnos a Fradival időnként előfordul az, hogy nagyon nyom, és akkor a kontrából kapják a gólt. Hála Istennek ez nem lett így, és innentől kezdve ugye azért, azért a Fradi dominanciája még nagyobb, még durvább lett. A 40. percben Bussán kiüti Kádi nagyon erős lövését, majd Ramírez fölé a 16 vonaláról pár centivel. A 42. percben megint van egy gyors ukrán kontra, amit nagyon csúnyán fölélőnek, és a 44. percben Kádi jól megy be a jobb oldalon, de belelövi a hátvéd vállába. A hosszabbítás első percében egy nagy távoli kievi lövés, ami mellé megy, és az utolsó percében a hosszabbításnak Kádi lövését védi Bushán, és úgy ítik ki, hogy sajnos nem ér oda a fradista. Az első félő miről szól? Arról szól, hogy egyértelmű fradi nagy siker az, hogy kiállították a, az ukrán játékost, de az a baj, hogy a Fradi-nak vagy Bussal védia a lövéseit meg a helyzetét, vagy elszórakozzák a tizatosan belül, míg az ukrán kontrák életveszélyesek. Tehát itt még azért nem lehetett azt mondani, annak ellenére, hogy a fradi nyomasztó fölénye van, hogy biztosan meg fogja nyerni a Fradi a mérkőzést. Egyértelműen az volt a kérdés, hogy, hogy mikor tudjuk berúgni a, a gólhelyzeteinket, és hányat tudunk ebből berúgni. A, nagyon bekezd a Fradi, tehát még jobban fokozza a nyomást. Azt lehet mondani, hogy a második félidőben olyan elképesztő Fradi nyomás volt a, a gólok, a, a, a negyedik gólig gyakorlatilag, amit, amit hát a Dinamo Kiev egyáltalán nem bírt, nem bírt, el, és csodálatos érzés ezeket így kimondani, hogy egy, egy a magyar bajnok ekkora fölényben volt a Dinamo kiev szemben. Azt játszák, amit Janzen megtanított nekik, labdatartásból nagyon gyors beindulások és üres bejátszások, élmény volt nézni, aki az átszaták már ismerte és látta, hogy milyen sokáig jutott a konferencia ligában én a kerkez miatt néztem a meccseiket, ugyanezt látta. Tehát valami hihetetlenül pontosan, ügyesen, okosan játszottak, és ebben Kádi és Abufáni óriási szerepet játszott, tehát hihetetlen meccs, meccsük volt, és hát Zakari pedig, amit összefutott, az, az embertelen volt. Tehát az igazából a szoboszlainak a futómennyisége volt a Liverpoolban. E, teljesen beszól a Dinamo, a 49. percben Gártánban Varga Traoré Kádi csodálatos játék, azonban nem sikerül berúgni, a kipattal pedig Rommens rúgja rá, de véd a kapus, aztán szöglet után egy kapufa, de lövését buszján védi. Ez egy igazi tűzijáték volt a az ukrán kapu előtt, és aztán pedig hát akkora a nyomás, hogy természetesen hibára kényszerítjük őket, tehát kikényszerített hiba történik, a felzővonal környékén a, a baloldali középpályásuk labdát veszít, és Kádi megszerzi, gyönyörűen adja Vargának, aki, aki visszahúzza a hátvédet, ahogy szokták mondani, elküldi gyufájára, majd belővi a felső sorokba. Ezzel 0 a Fradinak, érett ez a gól, ahogy mondtam, tulajdonképpen teljesen rendben is volt, és a, a, a ezt a gólörömet kihasználva a korábban megsérült Cissé helyére, ugye Botka érkezik be, hát Gárten Mannal megoldották a védekezés problémáját. Még fel sem ocsúdik a Kieva gólból, amikor rúgunk még egyet. Ez, a, ez, egy nagyon komoly futball pszichológia, már a 30-as években lehetett erről olvasni, hogyha berugod a gólt, akkor iszonyatosan nyom meg az ellenfél játékát, Ö, gyakorolj rá nyomás, mert még bennük van a gól, könnyen be lehet rúgni a következőt, másfél perc elteltével Ramírez balról beadja a labdát, kilökik Vargát a labda alól, szerintem 11-es lett volna, de oda pattan Zakariasen, ez aki félfordulattal csodálatosan a, a hosszú oldalra berúgja, úgyhogy a kapus meg se tudott rá sem megérdemelte, ezen meccs alapján is a gólt, meg a korábbi meccsek alapján, most újra megvan a góllövő cipője, kérünk szépen Zaki, hogy ne tedd el a szekrénybe, hanem, hanem hord ezt a góllövő cipőt, mert sok örömet fogsz hozni a Ferencvárosnak. A fradi szurkolók imádják Zakariasen, nagyon nehezen ért be a fradiba, de onnantól kezdve az egyik kedvenc játékos, hiszen él-hal a játék közben egy másodperce nem áll meg, küzd, harcol, lehet, hogy hibázik, de ezt a Fradi elfogadja, mert az elkölcselő egyetértés arról szól, hogy az utolsó pillanatig felszántom a pályát. Ugye a sokkal technikásabb, mint volt Simon Tibi, de ugyanazzal a szívvel játszik, mint Simon Tibor. Ez egyértelműen elmondható. A 62. percben van egy veszélyes kontrájuk, de nagyon fölélőik, a Majd hármat cserél a Kiev, a Fradi pedig kettő, Trombensz helyett Májgá jön be, helyett pedig a 20 éves Kajának Inél én azt mondtam, hogy jaj, 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 hát ez nem biztos, hogy jó csere, aztán meg majd szégyeltem magam, hogy ezt mondtam. Aztán a 60. perc jön, és Kádi egy beadását Varga csodálatosan befejeli, Varga második gólja ezzel megmutatta Varga Barna, hogy ha, ha összeszedett, ha koncentrált, akkor egy rendkívül veszélyes csatáról van szó, aki, aki hát azért a, a Ferencvárosnak egy csodálatos értéke, és nagyon-nagyon nagy dolog, hogy nem ment el az Európa bajnokság után, úgyhogy 3-0 már a Fradinak 67 perc elteltével teljesen megérdemelten, sőt, ha 69. percben Varga belővi a harmadik gólját, senki nem ott van semmit, Zakariasen csodálatosan ugratta ki, de Bussán védi. Varga lövését, ezért is mondtam, hogy a buszsák nagyjából négy góltól legalább megvédte a kievi kaput, ha már nem tudtak ők. Most a 71. percben történik az, amikor elszigyeltem magam, a Kaján Norbinál van a labda hátul, fogja, megindul, látja, hogy nem támadják meg, betör a tizatoson belül, és akkor a kapufát lő, hogy majdnem szétesik a kapu. Úgyhogy le a kalappal, így kell bemutatkozni, így kell jelezni, hogy jó napot kívánok, én is itt vagyok a Fradiban, és szeretnék minél többet játszani le a kalappal. A 73. perctől minden mindegy alapon jön előre a Dinamo, de a Fradi védelme önfeláldozóan és pontosan zár, és ez lehetőséget ad a kontrákra. Ezt Janzan azonnal felismeri, és a gyors Grubertnek meg Száldányát hozza be. Hát nem telik be egy perc, de ezt tudjuk a Száldányát, hogy ezt sokszor megcsinálja. Gruber kiugratja Száldányát középen, Száldánya átveszi, kicsit eltolja az emberét, de ez még szabályos volt, és belövi. Ugyanoda, ahova az lőtte be úgyhogy 4-0 itt már mindenki örjöngött, azt kell, hogy mondjam, és, és, hát tulajdonképpen az ember ilyenkor azt mondja magába, hogy akkor még rúgjatok egy párat, hát megint, megint lehetett volna, mert volt egy kontra, amit szállni a lesről, és a 79. percben egyébként a ukrá helyzet is volt, de Dibusz felszedte a középre jövő labdát. Dibusznak gyakorlatilag semmi komolyabb dolga nem volt ezen a mérkőzésen, ami volt, azt megoldotta, maradjon ez így a további meccseken is, nyilván nem fog, de ez egy nagyon speciális helyzet volt, hogy az elején kiállították az ukrán a 83. percben Kaján lőtt beadásáról Zakariasen lemaradt pár centivel, a 85. percben Kádit kiugratják egy labdával, de fölélővi nincs szíve beadni a két üres játékosnak, mert úgy gondolta, hogy ő is rúg egy gólt. A Fradi éles az utolsó pillanatig gólt akar rugni, és mindezek okán megszületik a sporttörténeti győzelem. A Ferencváros 4-0-ra a Dinamo Kievet, és ott van a továbbjutó helyen. Nagyjából ott a 13.-14. helyre satszolom, mert nem volt idő megnézni, majd megírjátok, hogy hányadik a Fradi, hiszen néhány más perccel a mérkőzés után szoktam ezeket a videókat felvenni, tehát komplex elemzés sem érdemes várni. Összefoglalva a történetet, a Ferencváros csodálatos játékkal, végig koncentrálva, végig döntő fölényben már a kiállítás előtt is tökéletes focit mutatott be. Itt nincs mese, tehát ez a, ez a, ez a meccs ez tökéletes volt. Ilyen tökéletes meccset nem biztos, hogy a Ferencváros ebben az idényben fog játszani, most viszont ezt játszotta, ehhez nyilván hozzájárult az óriási közönség is, amelyik a fradi szurkolók, akik az első pillanatban az utolsóig buzdították a csapatukat ott a hamburgi pályán. Ez egy nagyon-nagyon emlékezetes, sok-sok év múlva is emlegetett győzelme a Fradinak, és még egyszer mondom, sajnos nekem az lett volna legjobb, hogyha még itt a, a, a földi életben a kicsi fiammal nézem meg a kórházban ezt a mérkőzést, de még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy az égben látta ezt, és nagyon sok fradistával közösen nézte ezt a meccset, akik nagyon boldogok voltak, amikor látták, hogy a Ferencváros milyen csodálatos meccset játszik. Ott nézte Kohuttal, ott nézte Albert Flóriánnal, ott nézte Fenyvesi Mátéval, és ott nézte a nagy Ferencvárosi játékosokkal, például Simon Tibivel is a mérkőzést. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és segítsd a munkámat a videó alatt a számon. Hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit.